Sziasztok, Danger vagyok, ez pedig itt a State of the Game, az a heti Division fejlesztői stream összefoglalója. Őt mindenkinek az ideje első shotgun, bujék mindenkinek, aki az elmúlt két hét alatt egyetlen egy live-ra sem jutott be. Ahogy azt előre lehetett látni, kicsi lassan indul az év, a fejlesztők ugyanis még mindig úgy tekintenek a játékra, hogy az 1.8 még nincs kint 100%-ban. Valahol érthető, hiszen négy teljes classified set hiányzik még a lootpoolból, köztük olyan ikonikus darabokkal is, mint például a Tactician. Ismét elhangzott, hogy amíg az új négy darabbal benne már valamiféle új meta, addig nem fognak balanszolni és belenyúkálni. A következő globál event január 23-án indul, és 7 napig fog tartani. Nem 5 napig, és nem is 9 napig, hanem ezúttal a fejlesztők a globál event hetet 7 napra szabták. Kis ravaszak. Az event típusa az ambush, azaz rajtaütés, amelynek lényege, hogyha egy helyben állsz, folyamatosan nő a sebzésed. Ha mozogsz, elbukod. A második nehezített fokozatban mozgáskor már nem csak a plusz sebzés bukod el, hanem annak elfogyasztása után sebződni is fogsz. A harmadik fokozatban pedig természetesen az összes eddigi módosító élni fog, de még a csapatások közelsége is sebezni fog. Szerintem ez kifejezetten sniper buildeknek fog kedvezni, esetleg nagyon tankos defense buildeknek. Érdekes lesz látni, hogyan fogják az emberek a leghatékonyabb módot megtalálni a farmra. Az ultra hardcore szerintem továbbra is maradnak a Clear Sky Lexinia módosítók nélkül, de azért csak érdekes lesz olyan küldetést találni, ahol van hely és távolság is. Elsőre nekem a Lincoln és a Hudson ugrott be, esetleg egy jó Times Square Legendary farmolni milyen kemény lenne. A szettek, amiért grindolni lehet majd a Hunter's Fate, a Tactician, az Alpha Breach és a Firecrest. Fontos, hogy a Global Event ládákból nem fog majd más esni, így ez nem lesz alkalmas foghíjas régebbi szettek kitömködésére, csak az újakért lehet menni. Ellenben a magas exotikus esélyek miatt House és Bigel formulására is kiváló lehet egyúttal. Ez az event egyébként nagyjából meg is határozza, mire számíthatunk a következő hetekben a fejlesztők részéről. Az eventig csak backfixek, január 23-30 az event maga, utána ugye megemelkedik a classic drop rate minden tevékenységben, bár a mértékéről még mindig nem tudunk semmi biztosat, ezután feltehetőleg egy-két hét várakozás backfixekkel, és utána február második felében balanszolása szükségesnek érzik. Ismét megerősítették, hogy a játék támogatását nem hagyják abba, de a jövőbeli tervekről nem esett szó, szerintem február második feléig nem is várható ebben előrelépés. Megnéztem egy másik streamet is, ahol a RedStorm kreatív igazgatója lógott az ottani community streamerre, múlt hét pénteken talán, és egy órát csak a csettel kommunikált. Megerősíteni hogy kijelenteni semmit nem tudod, de a sorok között olvasva azért elég sok minden kiderül. Elmondta, hogy a sztori küldetések készítése nem meglepő módon a legerőforrás intenzíve feladat, ami apró utalás arra, hogy ilyesmikre kár lenne számítani. Ugyanez igaz a Battle Royale módra is, egy Central Park Battle royale azt mondta, hogy minimum egy éves fejlesztés lenne. Ez pedig könnyű látni, hogy miért nem kockáztatná meg egy stúdió vagy kiadó sem. A Central Parkról, mint koncepcióról vagy helyszínről is mesélt pár szót. Elmondta, hogy korán sem annyira egyszerű, mint hogy megnyitják és kész. Komoly technikai akadályok vannak, hiszen egy ilyen parkban nagyon messzire el lehet látni, ez pedig nagyon komoly terhelést jelentene a játék motorjának és a mi gépeinknek is nincsenek épületek, a fáknak tényleg nincs lombja, meg hasonló, amik normál esetben menedzselhetővé teszik a kirajzolandó tárgyak mennyiségét. A problémás még az is, hogy hogyan illesztik a játék mechanikájába, hiszen abból egy parkban nincsen sok fedezék. Ezekből a mondatokból azért egy valami megint csak kiderül. Ez nem valami olyan, ami már elkezdtek dolgozni, és hamarosan megkapjuk. Ez csupán egy ötlet a sokból a kalapban. Elmondta, hogy hibák miatt került ki a játékból a divtek láda, ezt valószínűleg javítani fogják, és valamilyen formában elképzelhető, hogy visszatérnek később a játékba. Elejtette azt is, hogy a Division 2 a kapcsolatban még az ötletelés sem indult el. Mivel ekkor a címeknél két-három év fejlesztési idő simán meg lehet, így feltehetőleg még egy darabig megmarad a szeretett kis Division 1 remélhetőleg még több fasz tartalommal és játszani valóval, és rengeteg új cucca. Változni fog az eredeti State of the Game stream formátuma, mindenképpen heti rendszerességgel fognak streamelni, de azokon a heteken, amikor nincs valami bejelentés, való, vagy komolyabb hírek, inkább a közösséggel fognak foglalkozni. Fanartot, cosplayt mutatnak, vicces vagy elgondolkodtató fórumposztokra vagy értekezésekre reagálnak, kommentelnek. Azt, hogy ezt hogyan fogom tudni én lekövetni és hasznos tartalommal alakítani, nos, azt még nem tudom, de majd igyekszem. Nem is húzom tovább az időt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, like nyomjatok egy subscribe-ot, ha még nem tettétek meg, hamarosan elérjük a fél ezer subscribe-ot ezen a csatornán. twitch is nyomjatok a falóra, pénteken is, szombaton is lesz stream, az új stream menetrend, csütörtök, péntek, szombat biztos. A hét elején és vasárnap pedig a Facebookot kell figyelni, ahol szintén nyomjatok lájkot like vagy követést. Oda szoktam kiírni, hogyha jövök föl streamelni. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem találkozunk live-on. Sziasztok!